Na, hogy terüljek itt kényelembe. Ne guruljon rám az összes fa. Meg hangosan is kell beszélnem, hogy mondjuk beszéljek, hogy elérjen odáig a hang. De szerintem ezzel nem lesz hiba, megmondom, mivel lesz hiba. Ha valaki itt jön mögöttem sétálva, kicsi az esély rá, még korán van. Bár nagyon jó idő van, pólós idő, meg már zokni se kell, és a többi. Igen, két dolog elsőre. Ezt félreteszem egy kicsit. Nem szeretem, hogyha valaki napszemüvegbe beszél hozzám, rühellem. Legszebb sem leverném a képéről a napszemüveget, ne beszéljen hozzám napszemüveg nélkül. Ezt csak azért vettem fel, hogy lássátok, kaptam a Fuxibától a munkavédelmi napszemüveget, és használom is. Nem is napszemüveget igazából, mert nagyon jó minőségű. Meg... Szóval nem igazán napszemüveg ez. De favágáshoz kifejezetten jól jön, de azért szeretek sisakot használni, mert ugye néha az arcomba röppenek a faszinágok, tehát hogyha valaki itt jön mögöttem, majd szóljatok már rám, hogy, mert én nem fogom látni, mindegy, de akkor nagyon hülyének fog nézni. Mint általában, de hát ez belefér a játékba. No, azt is megígértem a múltkor, hogyha lesz egy kis láncfűrészes videó, akkor mindig el fogom mondani az elején, hogy nem azért hordok Fuxtec sapkát, Fuxtec pólót, vagy Fuxtec munkavédelmi szemüveget, és Fuxtec sisakot, Fuxtec kesztyűt, Fuxtec láncfűrészt, mert mondjuk a Fuxibá fizet érte, vagy eltart engem, és ugye én promotálom őt, egyszerű az oka, nekem Fuxtec láncfűrészem van, ezt használom, és mivel általában szoktam videókat készíteni és azt a YouTube-ra feltölteni, hát mással nem tudom, mint a Fuxtec láncfűrésszel és a Makitával, amit most direkt azért vettem elő, mert elhanyagoltam már jó ideje. Azért csak félrenézek néha, jó? Majd kitalálok valamit, hogyha jön valaki. Mert totál azt nem akarom, hogy megálljon. Mi van, verebek? Basszus, olyan tavasz van, érted? Ja, szélzajmentes videót, köszi. Na szóval, napszemüveget most félreteszem, mármint a munkavédelmi napszemüveget, ide leteszem, hogy nehogy megsérülj, remélem nem fog megsérülni. Leveszem ezt a sapkát is, ugyanis... nem, azért fúj a szél. Na, hogy mi a téma? Összerakok most két videót, meg két témát, mert ma nem szeretnék olyan sokat videózni. Tele vagyok melóval. Imádok itthon lenni. Tényleg az van, hogy mit tudom, kint vagyok külföldön egy fél évet, és akkor az ember összerak annyi pénzt, hogy egész télen itthon lehet a fűtési szezonban, amikor beindul, és amikor vége van, hát ugye pár nap múlva vége van, mert most már tényleg fölmelegedett, de azért hozattam még bőven fát, meg van még kint az erdőn is, hogy ha véletlenül valami adódik, akkor ne hagyjam úgy itt a családot, hogy nincs betározva a pincébe. Szóval most éppen azon dolgozok. Meg már mit tudom, 2-3 nappal ezelőtt is nekifogtam, és azt hittem, hogy aznap be fogom fejezni. De hát mindig jön valami hülyeség közben. Na mindegy. Két témám lesz. Az egyik ez. Na meg is kóstolom. Ó, gyerekek, ez tudjátok, hogy milyen régi bor? Meg hogy kié? Meg hogy került ez az üveg ide hozzám? Meg hogy micsoda szimbólum, igen, úgy mondják, hogy szimbolikum vagy szimbólum? Szimbólum. Milyen szimbólummal rendelkezik ez, és hogy került hozzám, és hogy... Hát ez egy hosszú élettörténet. Na jó. Azt a petyár, ez finom bor. Na de, hát ahhoz, hogy elmeséljem, kelljen az íze is. Kell az íze is. Aj, basszus, az előbb fát fűrészettem, most tele van az orrom fűrészporral. Így eltűszentem magamat. De! Na, a közepébe vágok. Szóval, ja, Fuxibá nem szokott nekem fizetni. Megmondom, mi van. És minden videó elején el fogom mondani, ahol láncfűrészt használok. Tehát nem promotálom őt kifejezetten, viszont szívesen megteszem, örömmel megteszem. Ugyanis elégedett vásárló vagyok, elégedett felhasználó vagyok. Nekem nagyon-nagyon bevált. Nem csak, hogy ez a 61-50-es van, hanem ugye vásároltam még egyet, de azt ki se bontom már, tehát a filmkedvéért kibontottam, de el is van rakva. Ami ennek semmi baja nem lesz, olyan helyre hozhatatlan, én addig ahhoz hozzá nem nyúlok.
Tehát most éppen per pillanat itt tartok Fuxtechből, tehát Fuxiban nem fizet nekem, hanem szoktam tőle kapni például láncot tesztelésre ingyen. Igen, ezeket őszintén bevallom, hogy vannak ingyen cuccok, és nem is az ingyen cuccok kedvéért szoktam őt reklámozni, hanem ezt szeretem. Szeretem ezt a Fuxtech feelinget. Tehát engem úgy, például, hogyha stíl felhasználó lennék, vagy voltam régebben, vagy éppen volt Husqvarna fűrészem, maga a cég, meg maga a marketing, olyan szempontból nem hiszem, hogy meg tudna engem fogni, mint a Fuxtech, mert ugye Fuxibával találkoztam személyesen, amikor rendeztük a láncfűrészes találkozót, és hát ugye a személyes találkozás mindjárt egy másik kategória, mint mondjuk, hogy egy cégnek, hogyha rendelsz tőlük egy láncfűrészt, csak úgyne odaraknak egy sapkát vagy egy pólót neked. Maga a személyes kapcsolat, és ahogy látom, hogy ő hogyan viszonyul az emberekhez, a vásárlókhoz, nálam kiemelt szerepet játszik, ennyi. Én nagyon megkedveltem őt, a hozzáállását, ennyi. Nem akarom ott most ez most kizárt, tehát nem is ezért csinálom. Hát ő nekem szokott küldeni sapkát, pólót, láncot, mit tudom én, keverékolajat, tehát dolgokat, amiket ő forgalmaz, hogy teszteljem le. Igen, örömmel megteszem, cserébe, ugye föltöltöm a YouTube-ra, de hát ebből úgynevezett anyagi hasznom nincs, tehát nem kell félni attól, hogy most itt engem a Fuxtech bácsi eltart, és azért sütettem itt a hasam egész nap itthon, nem azért sütettem, hanem azért, mert kurva jó itthon, én nagyon szeretek itthon lenni. Tehát valahogy úgy fogok berendezkedni a közeljövőben, bár most egy kicsit más a helyzet, mert most 3 éves szerződésem lesz, de annyira jó lenne, ahogy az előző évben ment, hogy dolgoztam kegyetlenül sokat, tehát volt, hogy 4x16 óráztam, a vasárnapokat 100%-ban fizetik, meg ilyen csomó ilyen hülyeség. Ó, de basszus, el fogom nyújtani a filmet, tehát mindenféle baromságba belemegyek, meg ilyen kattogás, ugrálás, stb. Na, két téma lesz, ugye a Makita, azt nagyon-nagyon elhanyagoltam mostanában. Én most direkt összevágottam a Makitához való, hát nagyjából ilyen 10 centis, mert ugye ez galjazó fűrész, és erdőn kellene ezzel galjaznom. Nem is kalodázásra való. De egyébként meg, amikor ugye szerettem volna láncfűrészt vásárolni, mert hazavágtam egy vadonatúj Husqvarnát a hozzá nem értésem okán, ugye laza, életlen lánccal erőltettem a fűrészelést, és elröppent a dugója, a dugattyúja, elrepett. Utána én ugye a láncfűrészgond indexes topikban megjelentem, és ott felvetettem a kérdést, hogy mit ajánlanak, és akkor volt nekem kb. 50 ezer forintom, és egyből a Fuxikra ajánlották, mondták, hogy otthonra kiváló. Oké, csak hogy nem lehetett kapni. Elég sokáig nem lehetett kapni, nekem viszont mennem kellett ki az erdőre fát termelni, mert ott volt az engedély, ott volt a lehetőség, jött, ugye, hát ez olyankor kell csinálni, amikor nem tüzelni kell. Na mindegy. A Makita ez egy kényszervásárlás volt, nem bántam meg. De amióta megvan a Fuxtech, ugye volt a KS-162-es, meg most ez is, meg mellette egy másik, meg mellette jött be itt kettő másik, meg hoznak be, érted, így karbantartást, hogy élezzem meg, takarítsam ki, ilyesmi. Akkor azért azokat kiszoktam próbálgatni, csak kár, hogy nem szoktam filmezni ilyenkor. Nem mindig van egyébként kedvem, meg lehetőségem, mert sietek. Ha megpróbálok hangosan beszélni, mert megint szélzajom. Szóval, két témám van, az egyik ez, a másik a Makita láncfűrész. Én nem is tudom, hogy melyikkel kezdjek. Ezzel. Na megmondom, mi ez? Egy gyönyörű szép mintás üveg. Hát lehet, hogy közel viszem. Igen, mert nincs itt velem most senki nem tud zoomolgatni. Megmutatom. Aztán elmesélem. Tessék, nézzétek meg, milyen szép. Látod? Látod, milyen szép, míves üveg? 100 éves üveg. A család szerint, mármint a feleségem nagypapájáé volt, ahogy a bor is, a benne lévő bor is, azt megtartottam. Azért fogyasztom óvatosan, mert mindjárt elmondom a történetét, azért csak-csak megmutatom még. A papa, amikor meghalt, én ezt az egy üveget kértem örökségül. Tehát a feleségem nagypapájáról van szó. Azt kértem a családtól, hogy a boros üvegét, amit egész életében használt és ebből töltögetett magának, ezt hagyd tartson meg. Ez egy szimbólum nekem, és nagyon erős szimbólum.
Na, remélem nem dől rám a farakás, aztán egy meg. Már előbb. Majdnem megtörtént. Na jó, leülök ide. Szóval először jön a papa, utána a Makita. Papa, Bora, ez a lényeg. Őszintén megmondhatom nektek, hogy körbenézek, bár innen hiába nézek körbe, mert itt egy másodperc alatt bejön valaki, és ha autóval jön, azt leszarom. Tovább megy, de ha itt sétálnak, nem sok idő. Mindegy, majd szóljatok rám, hogy valaki van a hátam mögött, hogy hagyjam abba. Kezdjék egy fűrészre, mint aki dolgozik. És nem mint aki iszik. Szóval őszintén bevallhatom nektek, hogy eddigi egész életem folyamán egyetlen ember sem, hát a feleségemen kívül, meg a két gyerekemen kívül, de hát őket most helyezzük kívül a történetből, bár család. Szóval egyetlen egy ember sem szeretett és fogadott el annyira, mint a feleségemnek a nagypapája. Tehát ő, amikor elkezdtem a feleségemnek udvarolni, már rögtön így nyitott karokkal fogadott, igazi magyar ember volt. 83 éves korában halt meg, azt hiszem. És úgy, hogy egész életében nem volt beteg. Ezt hozzá kell tennem, hogy végig azt a munkát szeret, azt csinálta, azt a munkát csinálta, amit nagyon-nagyon szeretett. A leges-leges legvégére már önállóan gazdálkodott. Tehát ő neki nem kellett sehol sem mennie otthonról, saját magának termelte a bort, saját szőlője volt, nem is kevés. Hú, egész szőlőhegy. Viszik rengeteg állat, disznók, nyulak, kacsák, libák, tyúkok, mit tudom én, rengeteg. Én nekem ez nagyon szimpatikus hozzáállás volt az élethez, amit ő megélt, azt lehet mondani. És én akárhányszor, tehát amikor legelőször megjelentem már náluk, ez Szanda, mert ugye van Szandavára, tehát Szandára, amikor elmentem, a legelőször ugye is bemutattak engem, mint a, ugye az Ambari lány, meg a mostani feleségem, mostani, hát ő a feleségem, ez sose volt más. Nem is lesz, remélem. Na szóval, tehát a feleségem udvarlója, bemutattak neki, mi volt az első dolog, basszus, mit csinált rögtön a papa? Ezt nem fogjátok kitalálni. Egyébként nekem is furcsa volt, mert ilyet még nem láttam. Gyere velem, fiam! Be a boros pincébe. És de brutális nagy boros hordókért, tehát körbe-körbe a pincébe, végig kellett az öreggel kóstolnom az összes borát. És hát ugye lent vagyunk a pincébe, nyári napmeleg, kint káprázik, a család meg ott kint biztos, hogy várt ránk, meg már szólingatták a papát, hogy papa, hol van? Gyere már! Meg... Ja, ilyenkor az öreg fogta a fejét. És akkor tudod, ezek a mama is szólt, anyósom is, hogy hol van már a papa? Tudod, ezek a nyivákoló hangok, és akkor a papa mindig így fogta a fejét, hogy jaj, miért nem hagynak már békén egyszer? És akkor... Hát mert tudták, hogy lement a borospincébe, és ha lent van az öreg a borospincébe, ugye persze, ő reggel fölkelt, mi volt az első dolga? Hát volt saját pálinkája, saját főzésű pálinkája. Jön egy macska. Hello, macska. Fekete. De most a hátam mögött megy át. Úgyhogy nem előttem, úgyhogy nem fog, nem kell itt most azért miért babonázni. Semmi bajom nem lesz. Hát ha benne lesz a film, hogy így jelsétál arra. Jó? Jó? Na, a hangulat kedvéért csak megcsípem papa borát egy kicsit. Szóval ő reggel felkelt, volt saját pálinkája. Hát aztán van gyümölcs. Szóval meghúzta a pálinkát, aztán ment a dolgára etetni az állatokat, takarítani körülöttük. Hallgatta a Kossuth rádiót, járatta a Népszavát, meg nem is tudom mi volt még. Szabadföld, ilyen újságokat érted? Hát mikor házasodtam 20 évvel ezelőtt? Tica, elment a tica. Szóval kint a nyári kiskonyhában az öreg ott kezdte a reggelét, tehát pontosan tudom, hát ő... Én voltam, hogy ott ébredtem, aztán mondta, hogy menjek vele dolgozni. Mert volt, hogy ott aludtunk valamikor, még a feleségem, amikor fiatal házasok voltunk, mert munka volt, dolog volt, mint a kukoricatörés, ilyesmi, és akkor a család mondta, hogy menjünk oda, de olyan korán kellett kezdeni, hogy olyan nincs, hogy mi majd reggelen indulunk. Na jó, menjél. Őket ismerem, szomszéd, nagyon jó fej. Szóval mondták, hogy nincs olyan, hogy majd aznap reggel elindulunk, nem, előző nap kell elindulni, olyan korán kell kezdeni a kukoricatörést, hogy reggel, de hát tényleg az volt, kimentünk, pálinka, szavasz, aztán jófajta kaja, de kint kukoricatörés közben, érted, kint megterítettek a tarlón, még van is róla egy csomó fotón, de jó volt,
jöttek a szomszédok segíteni, de tényleg nem úgy megy vidéken, mint itt, érted, hogy itt pestiek vannak a környék, itt köszönni se köszönnek, nem. Ott elég, hogyha a szomszédok látják, hogy valami készülődés van, de hát úgyis tudnak róla egyébként, hogy olyan szintű szimbiózisban élnek egymással az emberek, hogy tudnak róla. És tényleg csodálatos látvány volt, érted, hogy reggel mi elkezdtünk fölkelni, behabartuk a pálinkát, és már jöttek be az udvarba az emberek, vedrekkel, zsákokkal, mit tudom én mi. Mindenki meg lett kínálva pálinkával, mindenki tudta, hogy hol a kukoricaföld, elindultak gyalogosan, ment a téma, hogy kinek a, minek a, mit. Ezek a falusi dolgok, nagyon-nagyon nyomon követhető egyszerű dolgok, de a világon a legfaszább dolgok. És én ehhez tartom magam, ezt szeretném követni, ezt az életmodellt. Ezért van az, hogy... És akkor az üveg története. Papa fiatal korában talán, nem tudom mikor halt meg, mert ezt nem a dátumoknak az ismerője, de azt nagyjából sejtem, hogy 83 éves korában, vagy 86, mert lehet, hogy 86, nem, várjál, 80 éves. Hagyjuk, 80 éves volt, amikor elmentünk filmezni születésnapjára, az megvan. Az megvan. Akkor lehet, hogy 83 éves korában halt meg. Na most nem ez a lényeg, hanem ő fiatal korában kubikus volt, tehát így az utak mellett ugye gödröket ástak, és ásás közben találta meg ezt az üveget. Hát azért mondom, hogy ez nagyjából 100 éves lehet. Tehát ilyen 1920-as évek környékén született, és mondjuk 20 éves volt. Tehát a 40-es, 50-es évek között találhatta ezt az üveget, és ki tudja mióta heverhetett ott. Tehát úgy belőle 100 éves lehet az üveg. Körülbelül nem is tudom mióta van üveggyártás, most ennek nem jártam külön. Utána, bocs, jött egy régó. Na mi van, te? Fészkel, egy csomó rigó ide befészkelt hozzám. Olyan rohadt jól érzik itt magukat, érted, hogy jövök ki, megyek a kapuhoz, ott ül mellettem egy méter, el sem mennek. Nem mennek sehova. Nem, annyira tudják, hogy kivel van dolguk, érted? Évek óta. Itt az udvarban, ha leülök, itt így, mit tudom, bontani egy sört, vagy valami, oda jön mellettem, összeszedi a gilisztát megért. Nem mennek sehova. Na csak most is elkezdett közelíteni felém. Mi van, fene a sündörgőd, ostoba. Papabora, igen. Szóval ő ezt az üveget valamikor nagyon-nagyon régen, tehát a 1940-es, 50-es években találta, amikor ő nagyon fiatal volt, 20 éves és kubikus volt, ilyen árokású, csinálták a nagy árkokat, kiásta, hazavitte, elmosta is, egész életében ebből itta a bort. Én a papát nagyon szerettem, ő is nagyon szeretett engem. Számomra az élete amiatt is példakép, mert pontosan olyan életet élt, hogy soha nem panaszkodott, mindig mosolygott, mindig tártkarokkal várt, ennyi. És akárhányszor mentem hozzájuk, első dolga volt lecipelni a borospincébe. Na most ezek az emlékek így bennem, ahogy megragadtak, és amikor a papa ugye, hát azt lehet mondani, hogy nem tudom, mi a legjobb szó erre, hogy olyan halált halt, hogy szerintem mindenki megirigyelhetné, mert ugye egész életében nagyon szép életet élt. Bár nem tudom, a fiatalkorát nem ismerem, de amikor már idős volt, akkor azt láttam, hogy ő nagyon jól érzi magát. Táncolni járt, meg népzenék, meg ilyesmi, tehát néptánc, meg ilyesmi. De hogy soha nem volt beteg, és nagyon hirtelen távozott el. És amikor ugye meghalt a papa, akkor a családtól annyit kértem, hogy az a boros üveg, amit ő mindig is kínált, amikor családi összejövetel volt, és amiből kínálta a bort, meg ennek ugye története van, és ennek olyan története van ennek a boros üvegnek, nem egy ilyen visszaváltató fiszfasság, amit a boltban megveszel, érted? Ennek van karaktere. A benne lévő bornak olyan karaktere van, meg olyan íze van, érted? Ez a papa bora. Hát azért vigyázok rá, jó, most egyébként vissza fogom rakni, tehát így meg nyalogatom, csak nagyon óvatosan, mert legszősebb behúznám az egészet, annyira finom. Tehát csak, tényleg csak megnyalogatom, meg erre az üvegre vigyázok, mint a szemem fényére, nem is használom, tehát úgy, hogy napi szinten ebbe töltöm én is a bort, meg én nem vagyok szőlész, borász, ilyesmi, tehát nálunk nincs bortermelés, sajnos, bárcsak lenne, mert akkor ugyanúgy kezdhetnék reggel, mint az öreg, hát az öreg egész nap ivott, és nekem ezzel semmi bajom, tehát ő reggel fel kell be egy feles, vagy mit tudom, kettő, ment a Kossuth Rádió, elolvasta a Szabadföldet, be volt dobva a postaládájába. Aztán egy karé szalonna, az jócaka, ment neki a világnak, az kapát, szőlészet, akármi, tehát végezte a dolgát, és egész nap ebből az üvegből ivott, és ma mindig perelt vele, pörölt vele.
Na, meg itt is volt, meg persze, hát egész nap hívott, tehát két-három ilyen üveggel simán legurult neki minden nap. És hát ugye én meg, hát nekem nincs ilyen, hogy én megtermelem a bort, én sörözni szoktam. De ugyanúgy, tehát én reggel fölkelek, nem is egyszer van, hogy reggel fölkelek, és előző napról maradt két-három üveg sör, biztos vagyok benne, hogy be fogom puszilni, mert nincs más dolga meg. Tehát egész nap én is itthon vagyok, jól érzem magam, elvégzem a munkámat. Miért ne férne bele? Hát persze, a papa is ezt csinálta nekem nagyon. Hát bárcsak nekem is lenne saját szőlő, meg stb. Na most jön a Makita. Ez szólt a papáról, és most azt mondja, hogy az előbb mondtam, hogy összeválogattam ilyen nagyon-nagyon vékony fákat ebből a rakásból. Mindjárt vége van egyébként, meg már lehet látni, hogy dolgoztam, meg már a pincébe is bevittem egy csomót. Fuxin, még mindig új lánc van, alig használt. De ennek a láncnak azért egy-két köbméter fa nem állt meg. De olyan szinten régen használtam a Makitát, meg hát minden munkát régen ezzel végeztem el, de nem tudom, hogy hogy volt bátorságom hozzá. Jaj, basszus! Bocsánat, ezt kérdeztétek, hogy már többször, amikor láttátok a fűrészt, hogy mi ez. Mutatom. Kidöntök egy akácot, de régen ugye ezzel voltam kint az erdőn, azért van rajta. Sarangolás. Tehát, tudom, amíg nem volt másik fűrészem, megy egy kényszervására, és ezzel dolgoztam ki. 50-es akácot, érted? 50-es akácot kiszedtem vele. Nehéz, nagyon nehéz, a hajkolás is nagyon nehéz. Nagyon éles lánc kell hozzá, jó olajzás, ennek nincs erős motorja, ugye 35 köbcenti, gyenge, a Fuxi majdnem a duplája. De meg lehet vele csinálni, csak rohadt óvatosan. Szóval, ugye ez minek kell? Nézd ide! Azt mondja, hogy mikor ki van döntve a fa, akkor ugye legaljazom az elejét, és akkor ugye ahol azt mondom, úgy döntök, hogy na ez már vállalható tűzifa, akkor elvágom, és oda rakom. Nézd ide! Így. És pont így. Csak oda kell mérnem, és már vágom is. És ott kijön a méter. Tehát ez a, itt van a méter pont a végén, egy centire. Nincs az, hogy 90 centi a fa, vagy mit tudom, 110. Ez pont nálam mindig minden méter. Azért szerettem, mert ugye amikor olyan munkával bíztak meg, hogy gyérítés után kitakarítani, és akkor tényleg csak gajfák voltak, és mondjuk van, aki tényleg gajfából él, és csak azt engedheti meg magának, én senkit nem szeretek átverni, és nekem fontos volt, hogy a fa méter legyen, és a köbméter legyen, és hogyha valaki, én nem szoktam például mázsára eladni fát, ilyen dirib darabot fát, mármint hogyha ilyen erdészetnek dolgozunk, vagy fakitermelőknek dolgozunk, akkor én azt szeretem, hogy az 1,7 méter széles köbméter nálunk az uazon, mivel vagy 200 cm, vagy 210 cm, tehát 2,10 a plató, nálunk a köbméter 2,10, tehát inkább egy picivel többet adjuk, mint hogy hogy de jó a papabora, kezd alakulni. Ez jó sajtos egyébként, jó húsos. Tehát inkább, mint hogy szóérje a ház elét, pár centivel több fát szoktam adni, nehogy véletlenül az legyen, érted, hogy valakit elkezd köpködni rám. Ilyet nem, senkit nem verünk át. Azt mondja, hogy hidegindítás. Láncfék. Aha. Most érted úgy, hogy nem is tudom mikor, jó, persze hónapokig nem használtam, aztán nem is tudom mikor hazahozták a Hondát, akkor volt egy film, próbálkoztunk vele. Akkor beletintítva, lett használva, de azért milyen szép, ugye? És a Fuxi ugyanezt tudja, egyből megy. Come on.
mert pontosan lehet látni, hogy a kalóda, hogyha meg van rakva, hiába állok neki egyszerre vágni át a fákat, megáll, megszorul, ez nem erre való. De azt viszont rögtön látom, hogyha egyenként kezdem ők, akkor nagyon szét, hát vadonatú lánc van rajta. Ha egyenként állok neki, akkor azonnal szétvágja. Tehát és gond nélkül. De ha egyszerre szeretnék kalodázni vele, nem erre van kitalálva. Hát erre kitalálták mondjuk a fuxi. És most ezt a kalodát azért be is fejezem. Aztán azt mondja neki, hogy hordjam. Már alig van fa, úgyhogy ezt ma mindenféleképpen be kell, hogy fejezzem. Annak ellenére, hogy még olyanok is történnek ma, hogy jönnek hozzám, meg valahogy be kéne fejeznem a regényemet, amit elkezdtem írni, nagyon jó lesz, majd fogtok róla hallani. Ezt a bort visszarakom a helyére. Mit akartam még mondani? Semmit. Mert legközelebb